Tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel köszöntök, és most egy olyan tájékoztatót tartanánk, aminek már sok évvel ezelőtt volt előzménye, de eredménye nem. Hát remélem most lesz eredménye is, és azzal kezdeném, hogy először is megköszönöm a két jeles hölgynek és úrnak, akik feltörték ezt a problémát, a Rózsa és a Róbert, és tehát ők megkerestek bennünket, hogy a szennyvíz problémát, kezelés problémáját oldjuk meg. Ugye évekkel ezelőtt azt a megoldást próbáltuk, hogy a szippantásnak bizonyos részét kifizeti az önkormányzat támogatásként, de ehhez ugye számlára volt szükség, és hát nem volt igazán kedvező, úgyhogy ezt nem is nagyon vették igénybe. Tehát azt gondolom, hogy nem sikerült korábban megoldani ezt a problémát. És most találtunk egy olyan műszaki megoldást, ami talán megoldja ezt a problémát. Ugye készítettünk már tervet, hogy bevezetjük Csingerbe, bevezetjük Úrkútra, de ezek nagyon drága megoldások voltak, és nem jutottunk semmire. És most találtunk egy olyan gyártót és forgalmazót, aki ilyen kisebb szennyvíztisztítókat gyártanak. Majd a kollégám elmondja ennek a részleteit, hogy ez hogy működne, és abból, ha kettőt ide telepítenénk a három ház közé, akkor az el tudná látni valamennyi lakásnak a szennyvíz befogadását és a tisztítását is. Ráadásul még ma reggel sikerült a Bakonykarsztal is megállapodnunk, hogy ők ezt átvennék üzemeltetésre. Tehát ugye még a legutóbbi megbeszélésen ezt még nem tudtam mondani, de ők üzemeltetnék, tehát tulajdonképpen nekünk, így önöknek, meg az önkormányzatnak nem lenne vele gondja. Évente körülbelül kétszer kell tisztítani, meg átmosni, de ezt a Bakonykarszt ezt vállalná. Hát nyilván fizetnünk kell a szennyvíz tisztítással kapcsolatos költségeket. De ez a kisebbik gond. Ugye még néhány hónappal ezelőtt egy másik berendezésre végeztünk egy számítást, és akkor az jött ki, hogyha az önkormányzat a felét vállalja a költségeknek, akkor önöknek egy lakásra 700 ezer forint jutna, 700 ezer. Most megnéztünk egy másik berendezést, és ez kedvezőbb lett. Ugye ez sikerült egy másik megoldás, ráadásul az üzemeltető Bakonykarszt is ezt javasolja, ezt az olcsóbb beruházást, és ezzel most olyan költséget tudnánk elérni, hogy a felét változottan az önkormányzat fizetné, és akkor önökre lakásonként 500 ezer forint jutna. 500 ezer forintot kellene fizetni, plusz amikor a beruházás elkészül és üzembe helyezzük, akkor a szennyvíz kezelésnek a díját kell majd fizetni. Az ugye mindig a vízhez igazodik, hogy ki mennyi vizet fogyaszt, annak megfelelő a szennyvíz tisztításnak a díja, az most Miki, mennyi is most? Hát ez 200... Nem, 310 forint. 310 forint. 310 havonta, forint. Ugye? Köbméterenként. Ja, köbméterenként, bocsánat, köbméterenként, persze. Hát a vízhez igazodik. Úgyhogy az a költség az jelenkezik. Úgyhogy most itt azért vagyunk, hogy eldöntsük, hogy belevágjunk-e ebbe a beruházásba, vagy nem. Hát az önkormányzat sose állt jól, most se áll jól, csak az energiaköltségek miatt, hónap például ezért megyek Budapestre, nekünk 1 milliárddal megnőttek a költségeink, például 2021-hez képest, de ez már az olyan régi probléma, hogy én is úgy voltam már vele, hogy már jó lenne ezt megoldani, és tudom, hogy önök akkor majd folytatják az úttal, meg a többivel, hogy mondanák, hogy akkor azt is meg kell oldani, én ezt elismerem, hogy azokat is meg kell oldani, de először a szennyvíz tisztítás lenne a fontosabb, hogy az abba jussunk dűlőre. Úgyhogy itt Miklós, mutasd be, légy szíves, ezt a berendezést, hát szemmel így megtetszenek nézni, nem egy különleges, beleássuk a földbe, és akkor a vezetékeket rákötjük erre a gépre, ahogy mondtam, nem tudom, majd a középső házat, az hogy kötjük, de a kettő az elég, tehát valamelyikből többet kell rákötni, vagy megfelezzük a középső házat. Majd. Ezt már Robert de már ezt, kalkulált, hogy hogyan lenne. Akkor ez rendben is van. Ugye meg kell terveztetnünk, ugye ehhez is terv kell, és engedélyt is kell rá kérni, de azért ezt a megoldást választjuk, mert ezzel nem kell akkor a katasztrófa védelemhez fordulni, mert olyan kicsi a mennyisége, hogy a darabonkénti
szennyvíz tisztítási kapacitás miatt a jegyző engedélyezi, tehát az helyben van, nem kell más hatósághoz fordulni. Ezt a legegyszerűbben így meg tudjuk oldani, annak különösebb költsége így nem lesz. Tehát először nézzük ezt a berendezést, és utána majd arra kérem önöket nyilvánítsanak véleményt, hogy akkor belevágjunk-e, tudják-e vállalni ezt az 500 ezer forintot, ugye ezt különböző módon lehet majd teljesíteni, majd ha odaérünk, még erről is beszélünk, meg a Rózsának komoly számításai vannak, ugye, hogy... Már kész vagyunk, úgyhogy mindenki benn van. Igen? Na, akkor már előrébb is tartanak. Tehát, hogy lehet ezt teljesíteni, és akkor remélhetőleg ezt a problémát meg tudjuk oldani. Mi úgy számoljuk, hogy a jövő májusra készen lenne, és akkor üzembe tudjuk helyezni, aztán vége akkor ennek a kínszenvedésnek, hogy mindig a szippantót ide kell hozni, aztán egy csomó pénzt kifizetnek, és akkor még sincs megoldva a probléma. Szakhatása nincsen egyébként, ezt erre rákérdeztünk a tervezőktől, meg az üzemeltetőktől. Szakhatás nincsen, tehát attól nem kell tartani, hogyha mondjuk ide helyezzük, hogy akkor a lakásokkal probléma lesz. Nem lesz semmilyen probléma, azt mondják, ez teljesen zárt rendszer, nem kell tartani a szakhatástól. Miki, mutasd be, légy szíves, akkor ezt a készülék. Próbáltam az internetről nyomtatni olyan ábrát, ami úgy könnyen elképzelhető, hogy mire kell számítaniuk. Ez egy szennyvízkezelő kisberendezés lesz, ilyen szikasztó szűrőmezővel ellátva. A szennyvízgyűjtése egy tartályba történik, és ugye ezt két egységet kell elképzelni. Itt történik a zsírleválasztás egy úszófallal, főképp a szennyvíziszap gyűjtése történik itt. Van benne egy levegőztető egység, és túlfolyással megy ide a tisztított szennyvíz, ami utána a szikasztásra kerül abba a szűrőmezőbe. Nagyon röviden leírva ez a berendezés. Ennek van villamosenergia költsége is, mert villamosenergiára itt szükség lesz a kompresszornak a működtetéséhez, ami a levegőztetést biztosítja. Ugye ez is kérdés volt a lakóközösség részre, hogy ez kb. Mennyit jelent, hiszen ezt a közös órára kéne valahol rákötni, vagy egy elkülönített mérővel ezt mérni. Ennek a költsége a beslések szerint olyan 200 forint körül van naponta. Ezt kell majd azért a lakóközösségnek még külön összedobnia. Közös óránk van, úgyis közös óráról. A közös költségből fizetjük a közös áramot, és így az már nem. Igen. Az már nem is oldani. Tehát nagyon egyszerűen ennyit, azt mondják, hogy olyan másfél évente kell körülbelül szippantatni, figyelembe véve az itteni vízfogyasztási szokásokat. Maga, tehát majdnem teljes térfogatában tudja a szennyvíziszapot gyűjteni, ez az első egység. És ebből kell az iszapot szippantani, egy kis iszap ugye visszamarad, ez is kérdés volt, mert akkor az eleven iszap vissza tud dolgozni, és újraoltja az érkező anyagot. Ebből kettő lesz. Még egy másik ámlát. Hoztam egy ilyen kis prospektust is, próbáltam nyomtatni, ott a motorháztetőn is lesz, meg lehet nézni. Ezt reklámozták ehhez a rendszerhez. Amit a polgármester is mondott itt ütemezésben, ugye úgy néz ki, hogy november-december hónapban próbáljuk a tervezést elvégeztetni. Igazából ez nem lesz egy bonyolult, mert ezek egy európai szabványos minősítésen elkező konstrukció. Itt tényleg csak adaptálni kell ezt a tervet, és a jegyző fogja ezt engedélyezni. Utána január-február hónapban, illetve január hónapban az engedélyezés az így meg lesz. Február hónap végére kéne elérni a lakóközösség részéről is, hogy ez az 500 ezer forint lakóegységenként összegyűjtése kerüljön. Addigra elfogadja véletlenül a testület is a költségvetését, és akkor az önkormányzat is a saját erejét hozzá tudja már pakolni. És utána a tervek szerint egy két hónap alatt biztos, hogy ki lehet vitelezni ezt a berendezést, illetve a két berendezést. És utána beindul egy próbaüzem, utána lehet szerződést kötni a szolgáltatóval, a Bakonykarsttal, a szennyvízszolgáltatással, és akkor működik a rendszer. Én öt éve költöztem ide Veszprémből, és azzal szembesültem, hogy itt nincsen csatorna, szennyvízvezetés nem megoldott, aztán küzdöttünk azzal, hogy havonta leosztottuk, hogy melyik lakó mikor szippantat az autóval. Aztán egyre magasabbak lettek az árak, a végén már egy havi díj 40 ezer forint volt, és nem tudtuk vállalni, ezért összefogtunk ketten-hárman szomszédok, és akkor
ez a 18 lakásnak volt havonta 40 ezer forint? Igen, igen. És ez körülbelül hány köbméteres vízfogyasztás volt, hogyha ezt látod? Hát a egy-egy lakásban egyen, hárman, négyen laknak, szóval a legtöbb egyedül van. Én is, meg úgy többen egyedül vagyunk, és hát össze kellett fogni többször, hogy sikerüljön kifizetni, vagy osztottunk, szoroztunk. És nagyon keserves volt kifizetni, ahogy ugye az árak mentek föl, a szippantós is emelte az árakat, most legutóbb már benzinárakra is hivatkozott, hogy nem annyiért kapja, mint az autó, szóval egyre több gondunk lett, és akkor két éve gondoltuk a két szomszédommal, hogy úgy, ahogy én Veszprémből jöttem, és a nyilászárok cseréjét, meg mindent megoldottuk a jelzálók hitelből, úgy gondoltam, hogy akkor ezt kezdeményezzük, és akkor napról napra jártam végig a szomszédok, aláírás, megint jártam, megint aláírás, és akkor fokozat közben a hivatalokkal vettük fel a kapcsolatot, falba ütköztünk, mondanom sem kell, és nagy nehezen ugye a Covid miatt egy évvel elcsúsztunk, de eljutottunk a polgármester úrhoz, és itt akkor fölgyorsultak már az események, polgármester úr és a segédje nagyon készséges volt, és így közös erővel, ez végül is két hónap alatt lecsengett ez a lendület. Tehát akkor most ez a 301 néhány forint köbméterenként, ez bőven alatta lesz annak. Bőven. Hát 3 köbmétert fizetek én is, egy személyre annyi ugye kötelezők volt annyit számára a bakonykat. És 3 köbméterre nem... 900 forint, durván 1000 forint. Igen, igen, de 3 köbméterre nem hívtuk az autót, akkor már fizettünk 5-öt, vagy 7-et, vagy 8-at, éppen hogyan, és ugye azért jöttek ki a 40 ezrek. Ja, hogy 5 köbméter körül jövő? Hát az volt, én neki annyira értem neki jönni leginkább, aha, mert messziről jött. Hát akkor az tényleg sokszoros annak. Igen. Úgyhogy keserves volt, meg hát ja, senkinek sem tetszett, mindenki várta volna, hogy majd csak lesz csatorna, de aztán kértük az árajánlatokat, röpködtek a 160-200 milliók, úgyhogy egyre inkább hát elkeseredett. A csatornát is nehéz lenne megvalósítani, hiszen mindenképpen szivattyúval vissza kellene emelni. Így van. Árajánlatokat kértünk, rengeteg mindent. Úgyhogy két évet sokat volt, hogy egész nap reggeltől estig nálam a net, a telefon, az e-mailek, minden, szóval borzasztó sokat dolgoztunk. Akkor ez most hatalmas nagy segítség. Ez most, és most büszkék vagyunk magunkra.